Szervuszok, üdvözöllek benneteket a harmadik harcsafogó országos bajnokságról. Leveleken vagyunk a leveleki horgásztavon, ahol a második forduló zajlik. Az első forduló tavasszal volt Kisgyalánban, és hát itt ősszel a második fordulón fog eldőlni majd a magyar bajnoki cím sorsa. Ebben a videóban megpróbálom nektek bemutatni majd ennek a műfajnak a dolgait, beszélek majd harcsahorgászokkal, hiszen bevallom, hogy én nekem is teljesen ismeretlen ez a műfaj. Úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik ez a harcsa horgászat így partról, hiszen itt behúzós technikával partról horgásznak, de hát majd remélem, hogy minden kérdésemre választ fogok kapni majd a srácoktól, és esetleg ti is, akik még csak ismerkedtek ezzel a horgász módszerrel, hát ha kedvet kaptok, és valamikor találkozunk majd itt a későbbiekben a harcsafogó országos bajnokságon. Amit rögtön kiszúrtam, hogy nagyon komoly felszereléssel vannak a srácok, hatalmas nagy orsók vannak a boton, és hát ezek a botok se piskóták, azért lehet látni, hogy elég tekintélyes, erős botokról van szó, amelyikre fel van erősítve itt fenn egy csörgő, illetve egy ilyen elektromos kapásjelző, és hát ott távolba vannak szépen behúzva a cuccok, amihez természetesen csónakot használnak, ezzel lehet frissíteni a csalikat. Jellemzően élőhallal horgásznak, vagy nadállyal, vagy pedig ilyen gilisztával, de hát majd kifaggatom őket. Az egész tavat körbeülik a versenyzők, én most itt a kettes álláson vagyok, balra tőlem még van egy állás, és utána pedig a tó teljes területén vannak szétszórva a csapatok. Mindenkinek szép nagy vízterület áll a rendelkezésére, hogy a harcsákat letartóztassa, és hát a meder feltérképezés után kell megtalálni azt a pontot, ahol a harcsákra lehet számítani, illetve hát mindenkinek magának kell itt a csalihalat is előteremteni. Itt láttok egy spitzbotot letéve, most ez éppen pihen, de ezzel próbálnak meg csalihalat fogni a versenyzők, hiszen azt is itt a helyszínen próbálják meg frissíteni. Képnek ezt fölveszem, hogy itt a srácok mahinálják a cuccot. Hát mert már ott az idő lassan, hogy... Ja, ilyenkor frissítitek. Frissítünk egyet. Akkor bementek, meg kicserélj a halat rajta, hát vagy megnézik? Hát megnézzük most, hogy egyáltalán, hogy már igazából most nem volt kapás, vagy nem volt hozzá semmi, tehát sértetlenek a csalihalak, így maradt. Maradt benn minden. És várjuk az éjszakát, hogy hát ha történik valami. De nagyon sokszor ilyenkor érdemel. Az a lényeg, hogy állítható. De ők milyennek nem... a neve ez a fireball? Ez a fireballozás. Ennek az a lényege, ez van egy 100 g-os ólom, az élő halat, az élő halnak ezt az állán be, az orlukán ki, ide teszek egy gumit, ezt meg a halnak az oldalába szúrom. Magyarul a hal így van előre. És ezt, hogy föllemozgatjuk, tehát tudjuk, hogy hol a fenék. Kopogtatjuk a fenék.
és a fenék fölött, ahogy mozgatjuk az élő halat, és így megy. A hal meg fog itt jobbra-balra tekeredni. És ha például ismerjük a vizet, ahol gödör van, vagy radarra már föltérképeztük, és a gödörnek a szélében ott van a hal, ami nem eszik, ezt ingereljük a halakat, és kapásra lehet bírni. Ha a berakott pecáknál, tehát hiába kötök oda egy élő halat, vagy valamit a környékére, de ebben konkrétan a hal környékén tudok emelgetni, ezt kutyogtatásnál is lehet csinálni, de nem kell kutyogtatás, mert mindenki azt mondja, hogy a kutyogtatás az a világ eleje meg a vége, nem. Hát vannak sokkal komolyabb harcsás módszerek is, és ezt mind be lehet vetni. Tehát ez a fireballozás. Akkor van a fireballozáson kívül a pergetés, harcsára, akkor van a igazából Szebilnek ismeri mindenki, de már van rengeteg ilyen többféle ilyen csali, amivel ugyanúgy emelgetünk, tehát nem élő hallal, hanem műhallal emelgetünk. Vertikális peca, úgy ahogy mondod, vertikális, arra többféle csali van, de a vertikális csaliba a kisebb súlyú, tehát mondjuk mint a Devil. A Devil létezik 5 gramba, 7-10, 15, 20, 25, most csináltattunk 40-be is, 30, 50, 70, 100, 140. Ez a vízfolyástól függ. Tehát a Nagy Dunán, ahol gyorsabb a sodrás, vagy a Tiszán, oda függ el a 100-140 grammos, mert eltolja a sodrás. Tehát magyarul nem itt a csónak alatt fogok emelgetni, hanem így. És mi ez a pompom a kezedben? Ez a pompon, ez igazából, ez most egy nagyon elterjedt dolog, de ennek is már, amit előbb is mondtam, hogy ennek, tehát a harcsákat megfogjuk mostanában, már évek óta, és azért visszadobjuk. És már kiismerik a halak. És gyönyörű szépen, de gyors akartam mondani ennek a nevét. Polip, de ennek van egy hivatalos neve. Rátesszük, a két horog van. Ez is élő halas? Nem, ez nem élő halas, ez puha testűvel, kagylódögdésnél kagyló, alulra nadály. Amit mutattam a fényképet, hogy itt van, és akkor a nadály meg így szépen rózsában van, és de két nadályt, de rakhatunk rá gilisztát, harmad gilisztát, kanadai gilisztát. Igazából ez puha testűre van, és a polip van fölött, ez állítható, tehát... És a polip az mit csinál? A mozgásával ingerli a harcsát? Igen, vagy? Tehát ha megnézed, ez így föl lemozog, és gyöngyök vannak, és ezek csörögnek. Csörögnek. Mint a kagyló. De gyors akartam mondani a nevét, akkor hirtelen akar valamit mondani az ember. Klonk. Azaz. Köszönöm. Klonk. És például a Kisdunát, Nagydunát, én ezt a részt erőltettem, ott már nagyon ismerik ezt. Tehát volt pár évvel ezelőtt, nagyon-nagyon sokat fogtunk, de most már egyre kevesebbet fogunk, és ugyanazon a részen én elmegy valaki klonkkal, és én megyek mögötte, én azt szoktam csinálni, hogy látom, ütik a vizet és klonkoznak a fiúk, akkor én mögéjük beállok 50 méterre, és nem klonk, hanem csak egy sima ólom, vagy ilyen vagy szivarólom, amit mutattam. És már felhergelt harcsát megfogod. És a felhergelt harcsa már ismeri, mert már 10-szer meg volt fogva ebből a klonkkal. És valamelyik oda jön, mondják, megbajszózza meg ilyen, én nem hiszem, nem osztom, oda jön, nem éhes, ha éhes lenne, megenné. De mivel ismer ezt például ezt a klonkot, és már tudja, hogy ebben már háromszor meg volt etetve, akkor erre már nem biztos, hogy oda fog menni. De a hagyományos, amelyeken nincs még semmi, csak itt van egy ólom, itt van a szerelék, és itt van a két horog, ezen van egy orvosi szilikon, hogy még ne is érezze a fonogenort, meg semmit, hogyha bajuszával hozér, mert szilikon. És itt van rajta a két horog, az egyiken vagy a puha testű van mind a kettőn, vagy bármilyen élő puha testű csali, és ezzel megetettem. Tehát nemrégiben kivittünk egy srácot a Kisdunára horgászni, 8 darabot ütöttünk föl, ő klónkozott, nem volt semmi, nem jött neki semmi, és látta, hogy mi fogdossuk, mondta a srác, hogy mondtuk neki, hogy szereljen át, egyből fogott 3 harcsát, mert átrakta ezt. Mert ott meg már ismerik a klónkot, tehát így, hogy visszadobáljuk a halat, ez nagyon jó, nagyon szép,
én is azt mondom, hogy dobjuk vissza. Tehát van az a súlyhatár, amikor már nem. Tehát az 50-60-70 kilósokat, vagy a 40-es májzget nem. Ha valaki meg akar jönni, egye meg az 5 kilóst, a pecsenyeharcsát, ahogy szoktuk mondani, de az fölött már ne. Tehát igazából a harcsa is fajfenntartó, és ő is magát szelektálja, tehát sokszor lehet látni, hogy a nagy harcsa kicsit azt lefolytja, megeszi meg minden, és ha túlszaporodott van, akkor a nagy harcsa a kicsiket aprítja ugyanúgy. A törpeharcsát, sokszor volt, hogy törpeharcsával csalisztunk, és abban fogtuk a harcsát. Tehát fölraktunk megtűzdelve, mint a keszeget, ezért, vagy a apró halat, és ugyanúgy megfogtuk. De most visszatértünk, tehát a Tiszán is már nagyon-nagyon régóta vissza van térve erre a régi fajta technikára, visszatérünk az ősi, a gyökerekhez, és ebben is. És mondom, itt igazából tavakon is, amelyik víz szét van ütve. De ez sem úgy igaz, ahogy mondom, mert mindenki mond mindent. Azért komoly radarokkal rendelkezek, Icecoptól kezdve mindenféle nagy teljesítményű cuccok itt vannak, és látom a halat, hogy úszik felénk, épp Adriánnak is bebizonyítottam, hogy Icecopon meg a másik két fej van fönt kijelzőkön, láttuk, hogy úszik a hal meg minden, láttuk a rablást, tehát a víz alatt volt, és a Icecoppal lehetett látni a fehér halat, és föl van osztva 2 centis kockákra, láttuk, hogy a 180 centis harcsa, tehát ott lehet a kockákból a nagyságát beazonosítani, és láttuk, hogy az apró halak jönnek, és négy irányból jöttek a harcsák, ezt Adrián meg tudja erősíteni, és láttuk, hogy ráforogtak, és aprították, hiába raktuk oda le a cuccot, ott van lenne a cuccot, nem kell nekik. Nem kell nekik, mert azok dévérek, puha, fehér hús, fehér halak, nekik az kell, ott van lenne a kárászunk, az kell nekik. De közel vagyunk hozzájuk, de majd lesz valami, a nagyokat még sehol nem fogtak nagyon nagyot, most sem, vagyis most nem, de bármi megtörténhet, mi ott vagyunk behúzgálva, ahol találtuk a nagyokat, ezeket erőltetjük, de igazából én ezt szeretném, hogy a harcsahorgászat az egy nagyon szép sport, többféle technika létezik benne, és még ez még semmi, amit én most elmondtam, mert még sokkal több technika van, a varrott haltól kezdve, a fenéken upuszos technika, tehát úsztatástól kezdve, annyiféle technika létezik itt a harcsa horgászatban, hogy ezeket mind valahol bele kéne ebbe az egészbe, hogy az embereknek lehetősége legyen, mint ahogy el is mondtam, hogy igazából a sorsolásnál nagyon sok minden eldől tavasszal, mert a kisvízbe általában tavasz 99%-ban a kisvíz létezik, akik behúzzák a közepet vagy a mélyvízt, ha nem olyan az időjárás, ők 90%-ban már eldőlt a verseny, és szektoron belül legyen meg az, hogy szektoron belül bemehessünk, és bármilyen harcsás technikát alkalmazunk.
vagyok a Hebos Medket tímmel, Sárvali Mátyással, Bodnár Jánossal és Sós Jánossal, két Jani, egy Matyi. Így van. Most elrontottam el. Ugye jelen pillanatban ti álltok a vezető pozícióba, itt a második fordulóban pedig második helyen, de ugye beszéltük az előbb, hogy mondtátok, hogy amíg nincsen lefújva a verseny, addig itt bármi megtörténhet. Egy kicsit erről is beszélgessünk, mert ugye tavaly is átéltetek egy hasonló dolgot, és akkor azért van bennetek ez a merev ellenállás, és nem bizakodottság. Illetve egy kicsit így magáról a harcsázásról szeretnék veletek beszélni, hogy ki mikor kezdte a harcsázást, illetve hogy itt a parti harcsázás, vagy nem tudom ennek pontosan, behúzós harcsázásnak, passzív harcsázás, hogy ezen belül miken lehet próbálkoznia. És úgy mondjátok el, hogy ilyen laikusok is nézik, mint én is például. Mondhatom én, Jani? Persze, aztán majd jó. Úgy is az élményeket dobjátok egymástok a labdát. Okay, dobjuk a labdát, így van. Jó. Igazából én egy olyan 15 éve már csak a harcsázással foglalkozom. Én eleinte pergettem harcsára, aktív módszereket használtam. Egy olyan jó 5 éve kezdtem el ezt a passzív módszert is gyakorolni. Sokáig úgy gondoltam, hogy ez a passzív módszer, ez nem szól másról, mint hogy behúzzuk a csali halat, betesszük a vízbe, aztán megvárjuk, míg jön a harcsa. Nyilván, tehát itt az évek során, meg a tapasztalatok alapján azért rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy itt is ugyanúgy megvannak a taktikák, a technikák, amik esetleg jobban működnek bizonyos szituációkban. Most a laikusoknak akarnánk mondani, hogy hogyan kezdjenek neki, vagy hogy miről is szól ez az egész. Én úgy gondolnám, hogy a legfontosabb része ennek a passzív harcsázásnak maga a helykeresés. Tehát azt, hogy megtalálni a halnak azt a helyét, ahol táplálkozik. Tehát nem feltétlenül a fekvőhelyét vagy a tartózkodás helyét, hanem ahova jár táplálkozni. Ugye a második legfontosabb dolog szerintünk az, hogy mit eszik. Tehát ez a legfontosabb, én úgy gondolom. Itt ugye a csali halakról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogy nekünk a favorit az a keszekfélék elsősorban. Tehát azt mondom, hogy egy bodorka, vörös szárnyú, karika keszeg, körülbelül ez a sorrend, ami hogyha sorrendet akarnánk felállítani, akkor körülbelül ez a sorrend. Nyilván csalizunk árásszal is, hogyha nincs más, de úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb tényezők, tehát maga a helykeresés, az, hogy hogyan kínálom fel a csalit, milyen végszerelékkel kínálom fel a csalit, és hogy milyen csalit kínálok fel a harcsának. Mondtad az előbb, az ütötte meg a fülemet, hogy nem azt nézed, hogy hol tartózkodik a harcsa, hanem hogy hol táplálkozik, mert Zsolnám is mondta, hogy látja, hogy ott fekszik a helyén nagy harcsa, de egyszerűen nem hiába teszi a orra el, és nem igen, táplálkozik. Mert ugye, hogy mikor a fekvő helyén próbáljuk felkínálni a csalit, tehát ahol napközben tartózkodik esetlegesen, hogy a nappal általában azért passzívabbak, nyilván vannak időszakok, amikor ők is aktivizálják magukat, akár fényes nappal is, de ugye a jellemző rájuk az, hogy nappal befekszenek valahova, van egy helyük, főleg a nagyobb harcsáknak van általában egy megszokott helyük, egy favorizált helyük, onnan indulnak éjszaka, hogy az este elején vadászni, de nem feltétlenül ott fognak táplálkozni, ahol napközben elfeküdtek. Tehát mondjuk, ha azt mondom, hogy fekszik egy gödörbe mondjuk napközben, meg lehet ott is próbálni, tehát van az a szituáció, amikor ott is meg lehet fogni, de mi úgy gondoljuk inkább, hogy az a fontosabb, hogy hova járnak a harcsák enni. A mi teóriánk az egyébként, hogy a nagyobbak nyilván egyedül járnak, tehát ez azt mondom, a nagyobbak, akkor azt mondom, hogy mit tudom én, 30-40 kiló feletti harcsák, általában ők már ezt a magányosabb életet folytatják, viszont a kisebbek ők akár csapatban is. Uh-huh. Tehát mi ezt így tapasztaltuk, így gondoljuk, hogy a kisebb harcsák csapatban is vadásznak, bizonyos helyeket favorizálnak táplálkozás szempontjából, és úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, tehát hogy ezt kell megtalálni, hogy ezek a harcsák pontosan hol és mit esznek. Ugye ezen a versenyen is most nekünk a taktika az volt igazából, hogy nem nagy halat szeretnénk fogni, hanem sok halat szeretnénk fogni. Hogyha ezek 2-3-4-5-6 kilós halak, nem probléma, de hogy folyamatosan legyen akció, legyen kapás, nekünk ez volt az első számú szempont. Én úgy gondolom, hogy ezt szerintem közel 30 kapásnál járunk. Ezt itt ebből van megfogva ez a 9-10 darab hal, de közel 30 kapásnál járunk. Nyilván a rontott kapás sajnos benne van. Igen, a rontott kapás, ugye itt jön ki a végszerelék. A nüanszok. Hogy milyen végszereléket használunk most. Mivel kisebb harcsákra horgászunk, itt a legideálisabb úgy gondolom, hogy mondjuk egy kisebb hármas forog plusz használata lenne
az eredményre vezető. Mi sem szeretjük. De nem szeretjük, nem is használjuk. Ugye egy tilos is használni, hál' tehát ugye ez nyilván ez kizárt, ez a történet. Így vannak azért rontott kapásaink. Egy kicsit azért elszontyolító, őszintén megmondom, az elmúlt este mennyi kapásunk volt, Jani? 9 kapásból fogtunk meg 2 halat. Darab halat. Ez egy nagyon rossz arány egyébként. Tehát reggel 4-6-kor még világosba húzta, de... De sokan cserélnének veletek még a kapásra. Igen, volt miből hibázni. Igen. Igen, tehát legalább volt miből hibázni. Úgy gondolom, hogy a magát a kapásokat, az elért kapásokat igazából a csali hal maga. A mienség és minősége határozta meg. Ezt most nem akarjuk elárulni, hogy ez... Elmondhatod, mert a vágott verzió lesz, nem élőadás. Később egy fel. Hát őszinte, tehát igazából mi csak bodorkával. Aha. Tehát csak bodorkával csalisztunk. És a méret is, csak hogy mi nem vagyunk nagy halpártiak. Aha. Igen. Sokan attól félnek, hogyha kicsi csali halat tesznek föl, azt megtámadja a süllő, meg a törpalacsok. És ez így is van. És ez így is van, tehát ezzel bevállod ezt a kockázatot, viszont lehet, hogy több kapást érsz el. Igen, és ugye a több kapásból esetlegesen ugye azért több halat is tudsz elérni, és úgy gondolom, hogy ezt mi bizonyítottuk is most az első fordulón. Azt hiszem, miénk a legtöbb megfogott hal egyébként még eddig, azt darabra, tehát nem a legnagyobbak, de a legtöbb megfogott hal az a miénk. Viszont a Kisgyalánira visszatérve, ott nem ez volt a taktika, mert ott két böszme nagy harcsát fogtatok azért. Két hal volt 100, mennyi kiló? 280 pluszos hal. 284 kilós. 170 valahány kilós hal volt, igen, tehát azért. Ott is volt több kapás, vagy ott az a két? Volt, igen. A Kisgyaláni történetben talán az volt a legérdekesebb, hogy nem a maga a harcsafogás, hanem a csalihal megfogása. Szerintünk egy olyan 2 mázsok árászt megmozgattunk azért a pár darab, ezt viccen kívül. Azért a 2 mázsok árászt megmozgattunk. Ja, mert hogy nem az a csalisztató? Így van, tehát 2 mázsok árászt megmozgattunk azért a 10-12 darab karikakeszegér, amivel azt a Kisgyaláni fordulót lehoztuk. Ott is egyébként több kapást értünk el, ott sajnos a pálya adottsága, az akadók, amit adott, hogy volt kapásunk, el is vett, tehát nézőút után rájöttünk, hogy rámegyünk, csónakkal megfogtuk a két halat, de ott is ez volt, hogy és ott az volt a titok, egész nap ott ültünk a stégen, és azt a minőségű csali halat meg kellett fogni, amit úgy gondoltuk. És vannak helyzetek, amikor jó mondjuk egy kárász, ami a legkézenfekvőbb csali, de bizony sokszor az kell, hogy kell. Azért fura, mert ugye mondtad, hogy rengeteg kárász fog, tehát azt feltételezni az ember, hogy azt teszi. Azt teszi a harcsa, mert abból van sok. Volt ami egy nagyon történetünk. Bocs, hogy beleszólok, azt mindjárt, majd ne feledd szabad. Igen. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kapitális halakat, amiket megfogtunk Kisgyalánba, kárászt öklentek fel fárasztás után. De a karikára még odavert. Így van. Igen, és akkor ennek, Janinek van egy nagyon jó... Ez a desszert? Nekem erre van egy mondatom, van, hogy mikor jól laktam a pacal, nem szeretem a pacalpörköltet. Én is. Tehát mikor jól laktam pacalpörkölttel is már nem bírok elni, de egy jó szelet guszta sütemény még bemegy. Na most a sütemény a karika keszeg, a pacalpörkölt meg a kárász. És hogy befalt a kárászból, de még az a keszeg még befért. Hát még az és mi ezt így gondoljuk. Igen, az első számú táplálék a kárász volt, de... Öklendezt, a torkáj 3-4 kárászt vettünk ki a halból, mikor. Még mondtuk is, hogy úristen, veszítünk 3 kilót. Tényleg. De egyébként ez... Nem öklendezze ki, az ugye benne marad a halban. Most a mostani versenyben is azt hiszem, hogy 67 meg 64 kiló a jelenlegi, köztetek meg a harmadik igen, helyzet igen, között pár kiló van köztünk. Pár kiló. Igen. Jó, nyilván, hogyha nem ez a, tehát ha valaki fog egy 80 kilós harcsát, akkor nem az, aki öklendezett 3 kiló így dönt. Van, így van, így van. De egy nagyon kiélezett küzdelemben, hogyha csak ilyen nagy halak lennének, akkor akár ez is igen. A pontyosoknál, amikor tele trottyintja a mérlegelő zsákot. Amikor kiadja, akkor az ott számít. Igen. Tehát ugye a két kapitális hal megfogás, akkor tulajdonképpen ezen múlott, mi úgy gondoltuk. A mi elméletünk ez, hogy a maga a csali hal, amit felkínáltunk. Mennyi? 20 kiló etetőanyagot, 20 kiló etetőanyagot horgásztunk el Kisgyalánba. Ez a harcsázás egy kicsit ilyen finomszerelékes horgászattal van, vegyítve, mert kell egy jó finomszerelékes, aki a csali halat megfogja. A kértük is a tanácsot, hogy hogyan kellene szelektálni. Ültünk a stégen egy matchbottal, 20 kiló kaja elment a 4-5 nap alatt, és toltuk egész nap, és egy olyan 2 mázsok áraszt megmozgattunk azért. A passzív technikákra térjünk már egy kicsit rá, hogy csak így felsorolás szinten is, hogy milyen technikákra kell itt gondolni, tehát hogyan horgászok, azt lehet látni csak úgy, hogy a bot le van bökve itt a partra, égnek, merednek be a zsinórok több száz méteren keresztül is, hogyha olyan helyet horgáztok meg, de hogy néz ki egy végszerelék nálatok? Nekünk nagyon fontos taktikánk volt ez. És eltérő gondolom, a kedvenc hozzáállásunk. Igen, tehát úgy van, hogy mondjuk Jani meg én hasonló technikákat, bocsánat, Sós Jani meg én hasonló technikákat használunk, Bodnár Jani pedig inkább a letett botos technikát használja. Mi a letett bot, az mit jelent? A letett bot az az, hogy ugyanúgy, mint a pontyozásnál egy rodpodon áll a bot. Pontyos jelzőt használok.
Tehát ugyanúgy, tehát igen, az egy letett botos verzió, a miénk, ugye amit én szeretek, ugye ez a felállított bot, amit te is mondtál, hogy le vannak szúrva a bottartók, és abban vannak beállítva a botok, az egy spanolós módszernek nevezik szívesen Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő módszer nagyon hatékony tud lenni, mind a kettő módszernek megvan a saját maga előnye, és hátrány. És hátrányos. Így van. Így van. Tehát, hogy a még a állított botnál ugye egy teljesen hát full kontakt van, tehát rögtön kontakt van a hallal, amikor kapásom, hogy ott az az előnye, hogy ott van egy önakasztás része, ugye mint a bojlizásnál is. Ennek ez az egy előnye van, hogyha van egy jó kapásod, és elszakítja a szakítózsinort, mondjuk a hal, akkor már tudod, hogy azért nagyjából volt egy előakasztás. Nyilván bevágunk mi is egyébként a kapás után, de ott azért van egy előakasztás a módszernél. Viszont amit Jani használ, a letett botos verziónál, ott ugye szabadon fut a zsinór, ugyanúgy mint bojlizásnál is ugye nyeletőfékes orsót használunk. Ott el tud szaladni a hal a csalival, nem ér az ellenállást, ott nincs önakasztás, viszont jóval magabiztosabban tudja a hal esetleg magához venni ezt a csali halat. Volt olyan húzós kapás, a másik stégen voltunk pont, mikor ott volt egy hal, és nem tudom, talán 20 másodperc még átérek, és addig az a jelző az ment, és vitte, és húzta. Igen, tehát hogy mind a kettőnek, ahogy mondtuk, megvan az előnye, hátránya. A spanolós módszernek, ugye a feszített módszernek az az előnye, hogy már van egy önakasztás tulajdonképpen a kapás során. A másik módszernek meg pont az a lényege, hogyha egy óvatosabb harcsával találkozol, aki esetleg spanolós módszernél megérzi az ellenállást, mert abban a pillanatban fújja ki a csalit a szájából, míg egy letett botosnál, ahol szabadon fut a zsinór, ő magához veszi, elindul vele, és nem érez feltétlenül akkora ellenállást, és nem biztos, hogy gyanút fog fogni, ugye ebben a pillanatban, amikor ő magához vette a táplálékot. Mi ebben látjuk ennek a módszernek, ugye, amit Jani használ, a nagyon fontos részét, hogy esetleg az óvatosabb halak is könnyebben rajta vesznek egyébként. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez mondjuk úgy a régi hagyományos módszerek, mert azért ez a Bermond-csöves meg stupekes módszerek, ezek nagyon alapmódszerek a harcsázásban. Ezzel indult, úgy lehet gondolom, mondani, ez a legegyszerűbb és utána fejlődött ez a spanolós történet. Igen, hát a spanolós pece az tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy a létjogosultság a legjobban a folyóvizeken jön ki. Tehát még egy ilyen módszer... Ott ilyen stupekeket nem tudsz használni, mert ugye mozgatja, nem működik. Ez csak állóvíz. Nem kivitelezhető. Még a spanolós módszert azt állóvízen, mind folyóvízen is tudod használni. Ezért ez egy univerzálisabb történet. De ugye olyan is főleg állóvízen horgászik harcsára, legalábbis ezzel a módszer... Nagytározók, nagybányak, tavak. Kivéve a pergetést, nem az egy másik történet. De úgy gondoljuk, hogy passzív módszeren belül állóvízen ez a letett botos történet, ez nagyon jól működik. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal több kapást, ezt most is mutatja egyébként a maga módszer. Tehát jó, nekem kevesebb kapás, mondjuk nekünk kevesebb kapásunk van az állított, feszített módszerrel, viszont arányaiban többet fogunk meg vele. Figyelj, konkrétan tegnap este arra a módszerre jött egy kapás, egyből egy hal, az Sparton volt. Nekem volt mellette hét kapásom, és megint egy hal. Aztán igen, itt volt miből rontani, és amit Matyi mondta, hogy a finom kapásokat is tudtuk érzékelni, és azért egyet csak azzal is le tudtunk venni. Tehát megvan mind a kettőnek előnye, hátránya. Mérlegelni kell, hogy mikor, mit. Én úgy gondolom, hogy mi azért vagyunk jó csapat, mert nem viszolygunk semmilyen fajta módszertől. Igen. Tehát, hogyha kell, azonnal váltunk. Ha ez működik, ő vált erre, ha az működik, én arra, és erre, akkor így kombinálom. Nagyon jó kombinálom. Példa volt például Kisgyalán, ahol utolsó nap, vasárnap reggel megfogtuk ugye... A második halat. Nekem ugye egy egyéni rekord is volt a hal, ez a 87 kilós 244 centi volt a hal egyébként. Egy brutális méretekkel rendelkezett, és hogy volt? Reggel kitaláltuk, hogy akkor váltsunk, levettem a stupekot, és felteszünk egy upposzt, mert pont egy süket éjszaka után váltani ez kell. Mi ez az upposz így nagyjából? Ez meg egy emelt úszó. Fenék. Fenék felett forgáztuk vele. Felett, tulajdonképpen az upposz, ugye ez egy német szóval ered, az Unterwasserpose. Ez a víz alatti úszó, magyarul lefordítva. Tehát, hogy ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy nem engedjük, van egy felhajtó erővel rendelkező úszó a főzs az előkén, és a kishal nem tud lefeküdni teljesen a fenékre, mindenképpen vízköz kell mozognia. És ugye kényszeríti arra, hogy ez mozogjon,
igen, ingerelje ugye esetleg a közelben lévő halcsát arra, hogy táplálkozzon. És végül ez hozta meg az eredményt. Igen, a második halat. Egy csoda volt egyébként számunkra, tehát nem az, hogy nem hittünk benne, de tudtuk, hogy váltani kell, meg valamit tennünk kell azért, hogy esetlegesen dobogón legyünk. És igazunk lett végül. Tehát igen, ez egy csoda volt amúgy számunkra. Tehát eleve egy heroikus küzdelem volt a hallal. Nem volt éppen optimális a körülmény. Az egy party bot, 340-es botom van, az én botomra jött a Matyi ugye megakasztotta. Tehát nálunk azt le kell szögezni, hogy nincs én botom, te botod, mi. De csapatként jöttünk. Aki a legközelebb van, nincs az, hogy húzza a botodat, nyúlunk hozzá. Elindultunk, bementünk, és tényleg felhúzta a csónakhoz, és ezt a nagy testet már nem tudtuk. Tehát még kézzel kellett az előként fárasztani, hogy el lehessen érni, megfogni. Mondta is, hogy aztán egyszerűen az ő test súlyával nem biztos, hogy úgy én egy kicsit azért erősebb igen. vagyok. Én már amikor két kézzel fogtam, tudtam, hogy miénk vagy, és akkor jött a csónakba. Kicsit hosszabb volt, mint mi. Igen, nem kicsit. Végezetül arról beszéltek még akkor, amit az említettem az elején, hogy ugye még van hátra egy éjszaka, és mondjátok, hogy itt egy éjszaka alatt is hatalmasat tud változni a víz. És hogy a tavaly évben mi történt veletek, hogy a dobogó és a szerencse függvény, ami nem biztos, hogy most a ti szempontotokból volt szerencse. Mi történt ott? Én ez annyit fűzenék, vagy annyival kezdeném, hogy az még talán kimaradt ebből a történetből, hogy beszéltünk Csali arról szerelékről, hogy nagyon fontos még az a időjárási tényezők. Mindegy, hogy ki miben hisz, leeső légnyomás, emelkedő, szél, eső, ebben nem is megyünk bele, mindenkinek megvan, hogy miben hisz, de nagyon fontos. A hétköznapi horgászatainkban, amikor csak privátba kijárunk a kedvelésből horgászni, nagyon sokszor az van, hogy este végzünk munkába, tudjuk, hogy van egy olyan, amit mondjuk mi kedvelünk, ebben nem megyek bele, hogy mi mit kedvelünk, és akkor kimegyünk este, horgászunk 8 óra hosszat, és reggel megyünk munkába. És a halaink javát ilyenkor fogjuk, mert akkor kell menni, amikor ő eszik, nem akkor, amikor ráér. Így van. Tehát ennek ez lenne a lényege. A tavalyi dobogó, hát az meg életünk első OB-ja, kitaláltuk, igen. hogy eljövünk, harmadik helyen álltunk, 11 óra 58 perckor, a szomszédnak, akivel nagyon jóba vagyunk, a üdvözlet Fati Feri innen is, nagyon kedveljük őket, nagyon jó barátok, ők voltak negyedikkel, 10 kilóval mögöttünk, fogtak igen, egy 16 kilósat, pár kilóval elénk, 11 óra 58-kor elcsavarta nekik. Gratulál. Ilyen, ez a verseny ilyen. Tehát és délig tartott a verseny. És délig tartott a verseny. Az a harcsa 2 percet, várjuk vagyunk. Igen, erre mondtuk azt, hogy 2x60 másodpercen is nagyon sok. Ennyi múlt egy dobogó. Hát ennyi múlott egyébként. Nyilván savanyú volt a szőlő. Átmentünk nyilván gratulálni nekik, meg nem volt. Megérdemelték, csinálták, így van. Csinálták, ugyanúgy, ahogy mi is. Jó volt, mert igazából mi egymással versenyeztünk tulajdonképpen ott szomszédban. És na, tehát igen, megvan ennek a varázsa valahol ennek a versenyzésnek is. Nyilván én mondjuk úgy gondolom, hogyha keftelésből megyünk horgászni, azért az egy lazább hangulat. Természetesen. Itt azért van egy... Itt van egy valamiféle druk, egy kis stressz ugye a verseny által. Nem mindig viseljük mi se jól, én úgy gondolom, főleg a tétje is van már a dolgoknak. De úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos a rendezvény szempontjából, hogy nagyon sok ismerettséget lehet kapni. Nagyon sok más, hogy mondjam neked, más felfogásban élő harcsahorgászt is ismerhetünk meg. Tehát mindenki más módszert használ, mindenkinek más az elmélete a harcsafogásról. Ország minden részéről igen. vagyunk mindent itt, olyan emberekkel igen. tudunk találkozni, igen. akivel egyébként nem találkoznál. Különböző és megy vizeken... az eszmecsere azért, mikor már oldódik egy kicsit azért csak, mindenki elmondja valamilyen igen. szinten, és ez tehát sokat én jelent. Én gondolom, ez a legnagyobb pozitívum ezeknek a rendezvényeknek, hogy olyan emberekkel találkozol, akik esetleg az ország másik végén, más, teljesen másfajta vizeken horgásznak, mint mi, de ugyanúgy eszmét tudunk cserélni, ugye a szerelékek, a módszerek, hogy ki mikor szeret kimenni, mit gondolsz, mikor eszik jobban a harcsot, mikor kevésbé. Ami igen. érdekes, hogy azért vannak közös nevezők. Igen, azért vannak, amiben egyet tudunk. De azért azt mondom, hogy azért mindenkinek megvan a saját maga módszere, elmélete. Elképzelés, amit véd, vagy próbál alátámasztani. De ez nagyon jó egyébként, mert ebből én úgy gondolom, hogy az a jó horgász, aki tud építkezni ebből. Tehát én úgy gondolom, hogy ha én azt mondanám, hogy én megmondom a frankót, hogy csak így lehet harcsát fogni, akkor ott tudom, hogy ha valaki ilyet mond nekem, akkor tudom, hogy ő igazából még ezt nem ismeri ezt a műfajt.
Tehát aki ebben benne van nagyon régóta, az tudja, hogy itt nincs igazság. Itt nincs tuti, itt nincs tuti módszer, meg nincs tuti időjárás, meg ilyenek. Itt ki kell menni, csinálni kell, tapasztalni kell, de azért a vége mindig az, hogy nyilván vannak közös nevezők. Én mindig ezt mondom, hogy mindenki úgy horgászik harcsára, ahogy ő szeretne. És majd az eredmények mutatják tulajdonképpen azt, hogy te jól gondoltad, vagy nem gondoltad jól. És nyilván az évek során jönnek az eredmények is. Engem nagyon sokszor kérdeznek arról, hogy hogyan fogjuk nagy harcsát. És én mindig azt mondom, hogy egy módon lehet nagy harcsát fogni, vagy orbitálisan nagy szerencsével, vagy rohadt nagy kitartással. Én az utóbbi voltam, tehát nekem a szerencse azért az nem volt az erősségem soha a harcsa horgászatban. Igen, tehát mi nagyon kitartóan végigjártuk a szamárlétrát, elkezdtük. Elveszített halak. Rengeteg veszített hal, buktató, rossz előkék, nem jól megkötött horgók. Beborulunk a csónakkal, lehetne sorolni az élményeket. De végeredményben azért kellett egy 10-15 év, mire ez kiforrott ez a technika, vagy módszer, amit mi szeretünk csinálni. Mondom, itt egymás között is, csapaton belül is különbözünk ebben, ki mit szeret, ki mit gondol jónak. Ezzel nincs semmi gond, mindenki úgy horgászik rá, hogy akar. De azért azt mondom, hogy ha az eredmény igazol, például ott van Jani, amikor én Janit megismertem, ugye teljesen más módszereket használtunk, viszont ugyanazon a vizen horgáztunk. Igen. És én azt láttam, hogy Jani több halat fog, mint én. Nem nagyobbakat, de többet, darabra többet fog. És benéztél a csalihalasföldrömbe? És akkor belenéztem a csalihalasföldrébe, és akkor láttam, hogy ilyen ekkora keszegek vannak benne. Úgy, hogy én ilyen, nem tudom, tehát ilyen 50 dekás halakkal csalisztam egyébként, és akkor mondtam, hogy ezekkel csalizol? Ha, igen. A betyárját mondom, hát jó, akkor ezt meg kell próbálni. És ugye aztán nyilván voltak utána közös pecák, hogy összeismerkedtünk. Gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Igen, és akkor ugye mindenki tanult a másiktól. Jani tanulta tőlem az előkéket, meg hogy milyen harok kombinációk, mert ő nála, én úgy láttam, hogy ott voltak egy picit. Az régebbi volt, igen. Igen, az egy régebbi vonalas történet volt. Én meg rájöttem arra, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy nagy csali nagy hal. És ez tényleg így van. Tehát én életem első egyéni rekordját, az egy 225 centis harcsa volt, egy jó 70 kg feletti harcsa volt. Kettő darab ekkora karika keszeggel fogtam. Az egy dupla halas előke volt, vagy csalizási módszer. Én úgy gondoltam, hogy majd fogok vele valami kisebbet. Fogtál vele valamit. Egy 70 kg feletti harcsát fogtam vele, és akkor ugye nyilván rögtön megdől az elmélet, hogy nagy csali nagy hal. Nem, ez nem így van. Jó helyen kell felkínálni a halat. Jól kell felkínálni a halat, egy olyan előkével, egy olyan horog kombinációval, ami aztán normálisan is fog akadni a halnak. És szerintem itt van a lényege, nem? Így van. Tehát tulajdonképpen, ahogy az elején is elkezdtük, tehát előke, horog kombináció és csali hal. Tehát ez az első, és akkor nyilván a helyszín, amit megválasztasz, az is és nagyon mikor? Fontos. És mikor, amit megbeszéltünk, hogy akkor, amikor épp rájön. A legnagyobb titok tegnap előttől, holnap utánig. Ez a kedvenc mondásunk. Tegnap előttől, holnap utánig kint kell lenni a vízen. És lesz kapás. Jókor, jó az összes szabad időnket szerintem mi erre szánjuk. Tehát nekünk azért a harcsahorgászat az nem csak egy szimpla hobbi. Kicsit fanatizmus. Ez egy életforma. Hát itt szerintem, ahogy én elnéztem itt mindenkinek. Mindenkinek, igen. Úgy mondom, mindenkire van benne egy ilyen plusz. Nevezhetjük vadászat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a harcsahorgászat kicsit vadászat. Oroszlán vadászat. Igen. Tehát ugye a pontyosoktól, ők a disznóra vadásznak, mi igen. A medvére. Ez így van. Ehhez hasonlítanám. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, srácok, a beszélgetést, és hát akkor nagy kalappal még a mai éjszakára, aztán szépen, holnap remélyik. Meglátjuk majd, hogy a dobogón hol találkozunk. Izgulunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Hello. És hát a verseny utolsó másfél órájában, tavaly az utolsó két percben fogtak ellenetek halad, most meg ti biztosítjátok be magatokat ezzel a szép harcsával. Gratulálok! Köszönjük szépen! Ebben az összetett eredményben a harmadik helyen a Szeged Kecskis Tím végzett, Bükatilla, Kolló Mihály, Dutra, András,
11 helyezési számmal összesen 88.600 gram fogott súllyal. Gratulálunk a csapatnak, szárazatok fel a dobogóra! Az összetett eredmény szerint a második helyen a harcsás mindennapi harcsázás adminként végzett Rújber Zoltán, Oroszi Gábor, Ruzsa György 10 helyezési számmal, tehát mindössze egy pont előnyük volt az összetett eredményben, és ők 133.320 grammot fogtak, tehát 133 kiló harcsát termeltek ki a két forduló alatt. Fáradjatok fel a dobogóra! A harmadik országos harcsafogó bajnokságnak a bajnok csapata. Moxival beszélgettünk valamelyik nap, hogy tényleg az a jó, hogyha minden évben más nyeri meg ezt a serleget, és a végén mindannyiótoknak a vándorserleg ott lesz majd a vitrínjében legalább egy évig. Most viszont a Ebos Medker csapatánál lesz a vándorserleg egy évig, hiszen ők nyerték meg a harmadik harcsafogó országos bajnokságot, Bodnár János, Sárvári Mátyás, Sós János. 2 helyezési számmal, tehát hibátlan teljesítménnyel, 252.630 gram fogott harcsával. Gratulálok, fiúk! Kocsis Feri! Kocsis! Gyere, légy szíves! Gyere, Feri, piáta, dobd el! Hát, tudom, hogy nekünk! Nekünk! Ide, srác! Ki nem ad ide? És a verseny legnagyobb fogott harcsája is az ő nevükhez fűződik, hiszen az első fordulóban Kisgyalánon 83 kg-os harcsával lett a legnagyobb hal összetett díja is a fiúki, úgyhogy gratulálok ehhez is. És akkor a tavalyi bajnokot kérném meg, Pöröskei Tibit, hogy vagy valamelyik őtök a csapatból a vándorserleget adja át az idei bajnoknak, aki egy évig őrizheti, jövőre várjuk vissza őket is, mindannyiótokat, illetve a vándorserleget is el lehet majd hódítani tőlük. Most pedig a magyar bajnokságoknak a hagyományaihoz híven a bajnokok tiszteletére, illetve mindannyiótoknak a tiszteletére, aki végigcsinálta ezt a versenyt, a himnusz hallgassuk meg.